Oké, okay, itt is volnánk a Ryloton. Azt hiszem ez a Twi'lekek anyabolygója. És amíg ezt irányítjuk, addig a rohamosztagosaink 35%-kal több élettel rendelkeznek, ami jó lenne, ha elfoglalnánk. Ahogy elnézem, mert csak a bolygó eléggé sivatagos. Azt hiszem az valami olyasmi van, hogy az egyik felét állandóan süti a nap, ezért rohadt meleg, a másik felé meg állandóan rohadt hideg, mert azt majd nem süti. Ami eléggé fura, mert szinte biztos vagyok benne, hogy olvastam valami új kánonos könyvet, amiben Vader rohangázik a Ryloton és tele van dzsungellel, de mindegy! Biztos valami alkonyzónás dzsungel volt. Hozzuk be a csillagrombolóinkat, az Interdictornak, hogy elmeneküljön az ellenség, a Ravagert, behozzuk az Arkhammert is, meg ezt itt. Most azért nem figyelek annyira másnak a felállásra, mert ez egy 3-as szintű űrállomás, tehát... Ezt szétszedjük. Megint a vadászainkat alkalmazzuk. Még egy nebula sincs itt, hogy megvédje. Na. Valami felrobbant. Remélem, hogy nem én voltam. Már se feltérzem, mert koreai korvetet lőttünk ki, azt láthattam. Na mindegy. Ti mentek mind vadászni. Titeket szintén beküldünk nem, titeket beküldünk bombázni, ami azt illeti. Ó, egy koreai korvet. Nem lőjük szét a felbusztolt pajzsú Nebulon B fregatot, mert nem tudunk átmenni a pajzsán. Idióták. Ráadjuk ezeket a bombázókat arra a hangárra, mert végülis minden hangárt meg kell semmisítünk, a hangár így... A hangár az ellenség. És ahhoz, hogy megesd a hangár, tudnod kell, hogy hogy gondolkodik a hangár. Mert csak akkor győzeled le a hangárt, ha megérted a hangárt. Na, annyi protontorpedó osztam, elég lesz a hangárra. Ezt onnan tudom, hogy én is igazából hangár vagyok, plot twist. Lőjük szét a pajzsgenerátort és hozzuk be a csillagrombolóinkat. Ez a három elég lesz. Szerintem annyi protontorpedó talán már meg is semmisíti szerencsétlent. Látjuk ezt a flottát, nem ilyen szintű űrállomásokra szereltem föl. Viszont ez azt jelenti, hogy mivel ezek szerint eddig a galaktikus keletre koncentráltam a háborús erőfeszítésemet, lehetséges, hogy a pálya galaktikus nyugati oldalán, nem bal oldal, galaktikus nyugat, galaktikus nyugati oldalán igazából végig gyenge lázadó bázisokra számíthatok. Az amúgy jó lenne, mert akkor nagyon nem lenne jó, mert unalmas lenne, mert bedarálnám őket fél perc alatt egy szuper csillagromboló, valami hamaros ugyebár lesz. Na mindegy. Jönnek már trónék? Jönnek, oké. Perjön protonsugaramásleg, azt hiszem űrállomásokra nem használható. Ugye OP lenne, mert szétlőni rögtön a pajzsot, és az űrállomásnak azért az egy eléggé fontos része a védelmének. Nem fordul be! Nem fordul el! Mi a... Fuck. Másrészt ez munkálmeri cirkálókkal rohadt jól működik, mert azokat arra találták ki, hogy így össze-vissza forogjanak és egy oldalra bombázzák a csillagrombolókat, vagy az aljukkal, vagy a tetejükkel. De a csillagrombolók nem így működnek. Na. A szárazföldön turbolizerágyukat látta, amiket eléggé nehéz szétszerni, főleg, hogy nem tudjuk megtalálni a generátort. A generátor teljesen nem védve van valamennyire, szóval egy örömény nem támadjuk meg őket szárazföldön, igazából... Ja, na azért. Igen, ezt tud csatahajókat építeni. Meg kell néznünk, oh fuck, azokat Monkalamari cirkálók. Lehet, hogy itt fogunk ragadni, hogy túl sokat szarakodunk. Minél gyorsabban fel kell húznunk a szondát és... Visszavonuljuk az inváziós erővel? Nem, majd megkerülünk velük, hogyha arra kerül a sor. Meg vissza tudjuk hozni ezen a kiberül útvonalon a flottánkat meglehetősen gyorsan. Gyorsan, mint ahogy az ellenség megtámadna minket akármelyik környező bolygóról. Na! Az egy az két fucking szuper csillagromboló! Két szuper csillagromboló, egy ötös szintű űrállomás vadászokkal, egy ionágyú, két nehéz dreadnought és két Monkalamari cirkáló. Nem! Vissza! Na, a régi szép idők, amikor még fél percenként vagdalták hozzám ezeket a Monkalamari cirkálókat. Visszavonulunk a botabújnál be, megerősítjük magunkat és nem nyomulunk előbbre. Ó, közben Marajid respawnolt, meg még valaki, jól hallottam. Te jössz a flottához, itt építünk egy nehéz járműgyárat. Bobáim még nem respawnoltak, ha jól látom. Kicsoda is... Ó, oh, Pestage, vagy ha jobb üdösségetbe kell ejteni a nevét. Játék? What the fuck?
Viszont azon gondolkozom, hogy lehetséges, hogy mégis csak ki kéne építünk egy másik flottát, most, hogy már megvannak az erőforrásaink, szóval... Abban a pillanatban, hogy a kuvaton végzünk ezzel a szupercsillarombóval, építünk két Victorit. Valószínűleg a Fondor felé fogjuk koncentrálni először ezt a flottát, és megpróbáljuk elvágni ezeket a világokat itt. Azzal, hogy lecsapunk vagy a Typhonra, vagy a Tarisra, onnan pedig a Polusra. És akkor itt is fel tudjuk számolni a László jelenlétet, és akkor már megint csak csökken a frontok száma, amikkel foglalkoznom kell. Az inváziós flottát visszaviszik az Alderaan felé. Igazából az a legbiztonságosabb bolygó jelenleg, ami egy kis tumoros, nem mindegy. Hoppá, a korulágot elvágtam? Oda lehet menni a Bestinyre onnan? Ezt nem tudom megnézni, és ezt jól megfogalmaztam másnak, na mindegy. Kész a szuper csillagrombolónk! Na, mi van a Bonadanon? Két nebula, két ionágyú. Egy ostrom fregatt, egy ödös színű hűalomás. Oké, és mi van a Weylanden? Közben már se újra készen áll a Gorgó és készen áll Boba Fett. Oda viszik a flottát. Botabúj megerődését folytatjuk, építünk egy nagyobb űrállomást. És... nem is... Mit is kell építenem ahhoz, hogy a Földön tudjak hipersebességű ágyút építeni? Velem se tudja, valamilyen nem tudok. Az a, olyan igazából az ionágyúnak a birodalmi megfelelője, nagy idézőjelekbe. Az ionágyú ugye arra hivatott, hogy teljesen megbénítson egy hajót. A hipersebességű ágyú arra hivatott, hogy megsemmisítsen egy hajót. Viszont sokkal gyakrabban téveszt cél, mint Zionágyú. Az Zionágyú aztán nem is téveszthet célt. Ó, itt van, hogy is hívják? Akbar admirális, mindenki kedvenc harcsája. Itt van a fél katonaflotta, ezt el is felejtettem. Behozzuk itt? Az a baj, hogy nem tudom, hogy vannak Zionágyúk, mert nem látom a szárazföldi bázist. Először légvideljük a Bonadani flottát. Elsőként jöjjön be a Dreadnought, szokás szerint. Utána hozunk be mindenki mást. Irány a Bonadan. Közben elkészül két Victorink. És támadjunk. Oké, itt is volnánk. A Bonadani meglehetősen komolyan iparosított bolygó, egy valak fajé rajta, és az ipari termelése miatt több kréditet termelünk rajta. A lakosai emberek, de feltételezem lázadó szimpatizások, mert eléggé a külső gyűrűn vagyunk. Itt ritkák a birodalmi szimpatizások. Na! Ott az ellenséges flotta. Itt a szuper csillarombolónk. A csillagromboló további fedezetére behozzuk Thront és Pelliont a csillagrombolóikkal. Behozzuk ezt a birodalmi kettest, és vadászelhárításra behozzuk Bobát. Mire lő az ionágyú? Az ionágyú egybe lesz négy szuper csillagromboló pajzsát? Wow, azért hardcore. Pumpáld magadból a vadászokat, barátocskám. Pellion, lőd szét annak a nebulának a hangárát. Thrawn, maximális tűzerő. További két csillagrombolót kérünk. Aztán van valami, hogyha akkor lövi az ellenség a hajókat, amikor kijönnek a hiperűrből, akkor gyorsabban megy le a pajzsuk, ezért volt ilyen könnyű feltételezem szétszedni mind Zionágyúval a szuper csillagromboló pajzsát, mind Pellionéket. A hangárt mondtam! Na mindegy, most már nincs pajzsa. Na, a vadászokat ráállítjuk az űrállomás pajzsára. Most ez az elsődleges célpont, és nem a hangárok, kivételesen. Mindenki megy vadászni. Oké, ott annyi egy ellenséges, hogy is hívjáknak. Jól megoszontam, Dreadnoughtnak. Drón visszavonulás. Ezekkel a csillagrombolók átveszik a helyét a fronton. Boba Fett természetesen előtte a szeizmikus zsombáját a semmire, konkrétan. Pellion szétszedi aztán a bulát, azért egy birodalmi kettessel nem igazán veszik fel a versenyt nyílt harcban. Legalábbis remélem. Minden vadász vadászik. És szedjük szét azt a hangárt. Leszedik az egyik alrendszert szupercsillagrombolóról, van neki még pár. Szedjük szét azt az ostrom fregattot. Jó, Pellion megszabadult attól a nebulától. Ez a Venitor már nem húzza sokáig, szedjük szét az ostrom fregattot, teljes tűzerővel arra koncentrálunk, lőjük ki a motort, hogy el tudjon fordulni. Azok ott...
Mi a büdös elvingek? Ah. Tró meglépett? Tró meglépett. Üldözik a vadászok, de nem mennek sokra. Baba ugye nem dobtál ki még egy szerzikus bombát a semmire. Nem, csak felrobbant, hogy nebula, oké. Okay. Hasonló az effekt. Oké, okay, az emberek leszedik a hangárt maguktól is. Ah, hogy tanulnak a kicsikék. Jó, az egy nebulon B-szét szedjük. Még több vadászt. Super Chernobyl-val rálunk a bázisra, mert igazából erre tervezték, csatahajó lenni harcra. Pontosabban csatahajó méretű ellenség elleni harcra. Baba, robbansol azok az Y-inket, még mielőtt kártennék a Super Chernobyl vagy Pellion protonájújában. Aztán gyere ki onnan a fenébe, mert túl sok koréjé kezdott röpködni. Oké, okay, az ilyen ágyú megint csak a szuper csillarombulónkat célozza értető okokból. A gorgót eléggé rendesen megrongálta az ellenség. Mindenkivel támadjuk az űrállomást. Ez az, igazából azért akartam csinálni, mert nem akartam időt pazarolni a kijelölésekre, de hogyha az emberi olyan gyorsan kezdenek jönni, mint a fucking dreadnought hordozó, akkor ez igazából totál fölösleges volt. Na mindegy. Ennek már annyi. Teljesen darabokra szedtük. Szerencsére javítási költséget nem kell fizetnem a hajóimért. Viszont ezzel Akbar admirál is teljesen beszorítottuk a bolygója fölé. Akármi is legyen az a bolygó, már emlékszem a nevére. Kedves szuper csillaromboló! Célozza fucking... Mindegy. Jó, látom, hogy egy Iolange robbantotta föl? Ilyetelméletek gondolom nem kéne szabadnia csinálni. Szép, ez ungár is volt, mint a fene. Szabadna csinálnia. A jólaton nincsenek megint csak barakkok, úgyhogy hozzuk az inváziós flottánkat és bezúzzuk őket földön. Extra helyőrséget hozzuk a Yavinról. Itt mindjárt építünk egy nagyobb ürelmás és egy nehéz járműgyárat. Ti jöttök támadni. Nem jöttök helyőrségni. Na! Kezdjük, dobjuk be védő. Oppá, hogy néz ki az ellenséges bázis? Ott van minden épület. Lakosok fel se tudja ki az olyan is, akit a... Á, elment szonda. És ott bal oldalt van a generátor. Kezdjük. Igen, az űrben galaktikus nyugat, de a bolygón bal oldal. Oké? Okay? Egy pillanat az, hogy megtámadtak valahol, ahogy kizumolt a játék, de úgy látom nem. Szóval kezdjük. Oké, itt is volnánk. A bolygó lakossága, amint mondtam, valószínűleg lázadólista lesz, inkább azért, mert külső gyűrés, mert ipari munkások, tehát nem olyan középosztályú polgárok, mint akik például a Karuszánkton laknak. Behozzuk Bobát, megyünk, felderítjük azt a pajzsgenerátort és szétbombázzuk az egészet. Most nem akarom arra pacsékolni az időmet, hogy lázadókat vadászok, lesz, hanem gyorsabb lesz a légi támogatásos megoldás. Boba, gyere, foglald el azt a pozíciót. Ott egy ellenséges barak. Nem, egy turbolézer ágyú. Van a turbolézereik? Jó, hogy Vader túlélte. Igen, egy turbolézer, mert ennyire képes Vaderrel szembe, aki lepatintja az arcáról a rakétákat. Ez nem lesz olyan könnyű, mint vártam. Na mindegy, ha leszedjük a generátort, az a turbolézereket is kiüti, szóval. Nem lesz túl nehéz sem. Az ott egy olyan upgrade-erős szarság, ami nekem teljesen haszontalan, de beveszik, hogy idánlázdó ki legyen. Gyalogság elhárító, mert az ellenségnek csak gyalogsága volt, ha jól emlékeztem. Még egy. Ne kérdezzétek, hogy a zsoldos központban miért fejleszteni tudom az egységeimet, és nem mondjuk zsoldosokat tudok felvenni, na mindegy. Hozzuk be a másik két lépegetőnket, azt a C-t szedjük. Az ellenséges gyalogságot szétszedjük. Pumpáljuk a rohamosztagosokat, szedjük szét a pajzsot, építsünk egy járművel állító ágyút kivédelesen, hogy segítsen szétszedni a pajzsot. És mindjárt ráhívjuk a bombázóinkat arra a turbolézer ágyra, mert még a lépegetőimet sem lehet neki küldeni. Hova lett a másik lépegetőm? Ugye nem pusztult el? Nem, itt. Ugye nem pusztult egy lépegetőm, ugye kettővel indultam, remélem. Na mindegy. Ott egy jelenséges légvédelmi ágyú, jaj. Az egyik bombázom kicsit megsérült. Ez nem vagyok olyan biztos, hogy leszett a... Hogy is hívják ott, mert nem találtuk el, mert ugye sosem lehet megmondani, merről jönnek a bombázók, és így pontosan, hogy mit fognak bombázni. Nézzük meg a lépegetővel. Aha, még egy kicsit húzza. Azért így már elbírunk vele. Kivégezzük. Ja, meg nincs, hogy is hívják, nincs generátor, szóval. Innentől vége.
Nem működnek egyszerűen ezek az ágyúgenerátor nélkül, ugyebár ugyanúgy azon vannak, mint a pa is. Ah! Fuck! El onnan! Ah, egy szenzor. Ezt elfoglaljuk. Az ellenséges bázisra ráhívjuk az orbitális bombázást, és hozzuk Vadert segíteni elintézni a bombákat. A bombákat, ágyukat úgy értem. Vagy hívjunk bombázót a légvédelemre? Hívjunk bombázót a légvédelemre. Ott van egy bunker is. Bejárnak? Nem, mert a másik oldalra jönnek. Na, de ezzel beöltük a bonándant, vagy mi a fene ez. Építsünk két bányát, két ilyen épületet és turbolizereket, mert ezt a bolygót meg akarjuk védeni, mert ez úgy látom egy eléggé komoly ipari központ. Ezt nem ártam, hogy meg tudnánk tartani a kezünkben, stabilan. Ide építünk egy komolyabb bázist is. Ez lesz igazából a szektorban a Coruscant megfelelőnk. Viszont Akbarod meg is teljesen beszorítottuk a Wayland felé. Úgy jamondó vagyok, hogy fogjuk a flottánkat és támadjuk meg, még mielőtt mahinálhatnának valamit. Nem tudjuk, hogy vannak ilyen ágyúik, reméljük, hogy nincsenek. Az inváziós flotta addig védi a Bonadant. Jó, hogy már eddig sem tudott menekülni, oké. Mert a Bonadantra ezek szerint nem tud onnan. Ezt nem tudtam. Logikus lett volna azért, hogy innen lehet oda menni. Na mindegy. Az inváziós flotta marad, amíg fel nem épül az űrállomás. Na kezdjük! No, itt is volnánk. A bolygó adnak emberek és két faj, amíg tudom, hogy nincsen megcsinálva a játékban, tehát emberek lesznek a lakosok. Valószínűleg lázadó lojalisták szokás szerint, és jó az venni ezt a bolygót, mert segít a tankoknak. A lázadó tankoknak. Mert nekünk a láztalpak már, nem tudom, túl retrók és nem használjuk őket. Ó, itt van Csubakka is, ezt nem tudtam. Meg Han Solo. Na mindegy. Hozzuk be az Executort. Hozzuk be elé trónékat. Hátrahozzuk az Interdictort. Behozzuk az Arkhammert, behozzuk az Arkhammert. Behozzuk Bobát vadász elhárításra. És behozzuk a Gorgót ide. Meg behozunk egy Victorit. Oké, már nem fér be a flottánk a térképre egybe, ez remek. Ez jó. Nem az jó, hogy nem fér be, az jó, hogy ekkora a flotta. Na, Boba, deríts fel, hogy mi a fene van. Van nebula, oké. Arra fogjuk küldeni a bombázóinkat. Oké, ellenséges vadászok. Az a baj, mert a Supercharger Robó nem lát olyan messzire, mint amilyen messzire el tud lőni. Nem tudom, hogy az űrben miért vannak látási viszonyok, de mindegy. Vagy mi a probléma látási viszonyokkal pontosabban. Az a hordozó Dreadnought? Nem, az egy sima Dreadnought. És igen, Boba Fettre, jól látotok, lehet lőni az Ion Lounge-ekkel, tehát erre vigyázzunk el. Ott a hordozó Dreadnought. Oké. Vadászokat mind vadászatra küldjük, szokás szerint. A bombázóinkat, mindegy szárig a Defenderökkel együtt, leküldjük ebbe a nebulába. Ezek a gázsibek jöhetnek az ellenség ellen. Ahol a fenébe menekülni fog a hajóival, mi? Ott a Dreadnought, ott egy másik Dreadnought, akkor Orzóval már be is menekült a nebulába. Oké, azok ott Y-ingek. A Defenderök elbírnak velük azért harcban. Legalábbis remélem. Ezek elméletek ilyen vadászok és bombázók egyszerre, tehát el kéne bírniuk pár szerencséden Y-winggel. De úgy látom, ezzel gondok vannak. Túl lassú az ellenség, ha jól látom. Ha jól látom, pár embernek sikerült berepülni nebulába, miközben vadászatra küldtem őket. Valószínűleg itt és már le is mészárolták őket, mert akkor ugye abba adják a cselekvést, mert logika. Ott egy ostrom cirkáló. És hol a büdös életbe lehet a hordozó Dreadnought? Na mindegy. Az ellenség vadászokat is küldött, ha jól látom. Nem. De küldött vadászokat is, ez nem jó. Ebben az esetben ezeket a bombázókat nyílegyenes küldjük az ellenséges bázis ellen. Hol a... ott a home van. Hova lett a hordozó Dreadnought? Fene se tudja. Előrehozzuk ide a négy csillagrombolónkat. Ezt a négyet. A Gorgó marad az Executor fölött és jön szintén errefelé. Mindenki más mehet vadászni újra. Az ellenség bombázó is a tartalmásnak a végtelensége, hogy az enyémek se, szóval ilyen szempontból jó, hogy valamennyire le tudjuk őket szedegetni. Ott a hordozó Dreadnought. Cél a hangár. Na, csak a protontorpedónak azt hiszem nem kéne működniük ebben a nebulában, mert szalaszik úgy az elektronikával, de valamiért működik. Vagy valamiért működnek, na mindegy.
Ennek a cirka, ennek a Dreadnought-nak annyi, innentől fogva igazából ez teljesen haszontalan, hogyha nem működik a hangár. Fegyverzete az szinte semmi, mert kicserélt egy vadászokra. Ki megy be, kinek mennek el a parancsai, mert ja, valószínűleg ők mentek bele a nebulába. És a vadászó meg a bombázók helyett a Venator-t lövik. Mert logika. Jéj. Na mindegy. Feljön eszedbe jusson előni a proton sugaratot, miért még megközelíted a Honvant. Viszont ahogy elnézem, az ellenség azt csinálja, hogy így rámobolt az űrállomására. Tehát eléggé nehéz ezt kibontani az ellenséges cirkálókba és csatahajókba is utána eszedni. NEM FORDULSZ! Ja, erről megkerülni a nebulát. Mert pontos a térkép, a térképben itt kezdődik a nebula. A játékban valahol inkább úgy itt. Na. Hogy elnézem az előrsák, hogy a Dreadnought-okat teljesen szétszedjük, meg a Venator-t. A Venator még meglép. Az ott nem lép meg. Ó, korrélik orvettek, meg gunshipek. Boba, gyere vadász elhárítani. A vadászainak megmondjuk, hogy a bombázókat lőjék, mert ez ugye nem egyértelmű nekik. Trón nem fordul! Nem tudok rákadítani az ellenséges fogok. Na azért. Jó, további ellenséges bombázók érkeznek, azokkal remélem már elbírnak vadászaink, szóval ezeket szeizmikus bombázók le. Bum. Na. Aztán segítünk Bobával elintézni az ellenséges. Az ott mikor épült meg? Azt hittem, hogy szédődik a csillagrombolóim. De azt ott leszedni? Hé! Na azért. Azt is ott, oké. Azt ott elintézzük. Jó. Ott egy Venator, amit valahogy látunk, úgyhogy nem látjuk. Játék logika. Oké, most már nem látjuk. Hogy eddig miért láttam, azt nem tudom. Felnél azt hiszem, még ezt a buszolt pajzsot is át tudja lőni, szóval cél a hangár. Hozzuk előre a Super Chiron mód, aminek szintén pontosan illusztrálja a játék a méret 7 a térképen. Körülbelül kétszer akkora. Azt a mennyi bomba, Boba! Munkád van! Nagyon sok munkád van! És azokat, ha jól látom, mind a kimirára mennek. Miért van akkor a Murder Boner-i az ellenségnek Pellion ellen? Úgy, az ott valamennyit szétrobban, azt a rohadt. Pellion ül! Pellion marad, lőd ki a Dreadnought-ra a proton sugaradat, oké, szupi, már nincs valamije, oké, jól tudom, motorja, menekülj a büdös életbe onnan. A rohadt életbe. Oké, Pellion megint elveszítjük, mert az ellenség ráagrózott. Ó, még többen vannak a bombázóik, ez kivételesen okos volt tőle. Jó, ott a Millennium Falcon. Azt hiszem viszont le tudom vonósugarazni. Nem tudom. Jó. Ó, oh, a rohadt, hol vagy, Boba? Ott. Oké, okay, jössz kifele, eldobsz egy szerzinkus bombát és húzzal a fenébe, amíg nem töltenek újra a pajzsait, gondolom. Legion láncsázták. Oké, okay, Pellionről ennyit. Szerzinkus bomba. Pucolás. Ez egy eléggé komoly flotta sajnos. Hát ez egy Pellionünk bekerült eddig, remélem, hogy többen nem fog. Több Pellion nem vesztünk el. Az a baj, hogy hiába szedem lemásnak a bázis bombázók, azok végtelenül jönnek, ezért jó ugye szétlőni gyorsan a hangárt. Ó, szétlőttük a hangárt, akkor nem szóltam. Akkor ezek már nem a bázis bombázói voltak, tehát hozzá nem fognak még egyszer jönni. Szedjük szét a honvanon a hangárt. Baba jött vissza a harcba. Az 1000 éves súlyomra jelen nem intézi el együtt a szuper csillarombolómat. Nem tartom kizártnak. Na, azt a transportot, hogy mi lenne, megfognánk, ja nem tudjuk. Maximalizáljuk a tűzerünket, oké, okay, akkor nem tudjuk leszedni a honvát, az ott egy csillaromblóma fog kerülni. Lőjük szét azt a hangárt ott. Ide kidobunk egy szerzikus bombát, és leállítjuk Bobát az az éves súlyomra. Mert a Slave Vant, mindegy. Ja igen, az ezer éves súlynak van egy ilyen képessége, hogy sértetetlenség. Most lőtt el. Ilyenkor szó szerint sebezhetetlen. Még hogyha teli vagy, ami a Super Chironomon az összes turboézerével is, akkor sem sebződik semmit. Oké, okay, szedjük a Dreadnought-okat a hangárjaikkal együtt, mert azt hiszem azok pumpálják ki ennyire magukból a vadászokat.
Hol a gorgó? Itt a gorgó. Hozunk trónnak erősítés, mert szarba van. Álljunk rá ismételten az ellenséges bombázókra, akik most trónra kaptak Murder Boner-t. Valamiért. Ó, oh, ennyi, hogy Akbar irányítja őket, így koncentrálják a tűzerőt, oké. Okay. Melzsek, tudom, az emi csak értelmes legyen, aki a parancsokat hogy egyszer egy célpontra koncentráljanak. Az a probléma, hogy nekem ezt rohadt módon Michael Melzsernem kéne 20 millió vadásszal. Én meg olyat nem tudok, mert én nem vagyok egy komputer, aki egyszerre ki tud adni 30 parancsot 10 egységnek, amit nem tud rákattintani. Ez egy kicsit unfair így. Na mindegy. Az ellenséggel szemben szerencsére van agyam és tudom prioritizálni a célpontokat. Jó. Honvalon már nincs hangár. Jó. Szedjük le arról ott. Gorgóval fókuszáljuk a tűzerünket annak a szerencsétlennek ott a hangárjára, hogy rá tudok kattintani. Remélem arra kattintottam rá. Trón csillaromboját szétdőtték. Remek. Oké, szétszedtük az eléves sólymot. Ez valahogy nem igazán vigasztal. Egy fucking csillagrombolója. Na mindegy, hozzuk be a Ravager-t. Behozzuk Marajédet és, ráhúzzuk az ellenség vadászait. És a rohadt életbe, hogy... A rohadt életbe, hogy ezeket nem tudja kiküldeni automatikusan. Oké, még van hangára, ahogy is hívják a Honvánnak. Ezek szerint csak rosszul láttam. Vond magadra a vadászokat. Most. Az összeset, lehetőleg. Ez a pajzsbusz egyébként valami eszméletlen szemétség a Honvánon. Rohadt OP. Mi? Hogyan? Nem! Fordul! Hogy tudod megfordulni egyáltalán a szupercsillaromból ekkora helyen? Fuck! Ezért nem volt tűzerőm. Nem tudtam miért. Na mindegy. A gorgóval szétszedjük akkor az ostromfregattot. Velük a másik ostromfregattot. És... A Ravager-t elvesztettük. Behozunk egy Victorit akkor, mert kettőre nincs elég pontunk. Boával szétbombázzuk ezt a... Valaki megint berepült a nebulába! Boával szétbombázzuk ezt a szerencsétlen bagást itt. És a Victorival szétszedjük azt a Dreadnoughtot ott. Hogy került ide egy birodalmi kettes? Mi a... Én meg az itt azt is elvesztettem. Célom van. Oké, a Ravager-en elvesztette a Terminátor. Oké, a Ravager-en meghalt a Terminátor, ez van. Na mindegy, azt ott elintézzük. Aztán átállunk arra a rohadt koreai korvetre ott, ami pimaszkodik középütt. Kidobunk egy szerzmikus bombát, leszedjük a bombázók maradványait. Közben megfordul a szupercsillagrombolóm. Szépen lassan úgy tűnik. Hogy tudott ez megfordulni annyi idő alatt, amennyi idő alatt megfordult konkrétan? Na, lezettük a fucking hangárát. Pajzsgenerátora nincs, csak úgy semmiből van pajzsa, szerencsére. Szóval ez problémás lesz, hogy kinyírni gyárnom boostolja. Mindenki fókuszálja oda a tüzét. Nem elég erre kiadni a parancsa. Mi tette szét az űrállomás? Feltérdezem az űrállomás turbolézerei. Tényleg is tudom, még szét kell szednünk az űrállomást is. Na, leszedjük a pajzsot, így elmédre nem tudja boostolni, bár a játék csinálni érdekes dolgokat szemmi javára. Azt hiszem, így szét tudjuk szedni. Boba, te menekülsz innen a fenébe, maradj itt, téged szintén kivonunk, már nincs értelmed. Vonn magaddal az ellenség madászainak a maradékát, igen. Vadászainak a maradékát. Kifele! Jaj, amikor az Emmy Straight-en megtakadja a parancsaimat. Na mindegy, az ott... Nem láttam semmit. A Super Chillon-bót ráállítjuk az ellenséges űrállomásra. Mindenkit ráállítunk arra a rohadt pajzsgenerátorra először is. Mindenkit, ti is. Jó, érzek némi kísérletes arra, hogy behozzam az Acclimator-t, mert ezzel van egy protontorpedóvető és ez ugye hasznos lenne, de nem. Ti lőjétek szét a protontorpedóvetőt. Ti lőjétek szét... azt a protontorpedóvetőt.
A csillagrombolóval pedig lőjünk úgy generálisan az űrállomásra. Lőj, amit akarsz. Na innentől fogva csak szétszedjük az ellenséget, nem minden, hogy akármiben kár tudna tenni még. Oké, a gorgót szétszedte, na mindegy. Most már nem fog semmit sem megsemmisíteni, akkor inkább ezt mondom. Na! Oké, innentől az egyszerű. Igazából így nézzük, hogy felrobban az űrállomás. Merre nézzük mozimódból? Milyen közel vagyunk ahhoz a rohadt bolygóhoz? The fuck, a szupercsillagromboló majdnem beleér az északi csarkba. Nagyon vékony atmoszféra. Ez egy nagyon kis bolygó, és nagyon vékony atmoszférával operálhat. The fuck? Na igen, elvezetünk két csillagrombolót, a Ravagert, Pelliont és Thront. És egy Victorit. De megérte, valamennyire. Ennyit érnek a vadászok arról a rohadt űrállomásról. És ennyit arról, hogy létrehozunk egy független flottát, megint már az erősítés ide. Hozzuk az inváziós erőt, nem tudom, hogy mi a fene lehet itt. És éppen ezért nem mondom, hogy ez a csata már nem fog beleférni. Ugye ez a Diamond a barna, ez a már a Let's Play Star Wars Empire at War, Force of Corruption Ultimate Empire at War. És találkozunk a legközelebb, amikor megkezdjük a Romot a Wayland ellen. Addig is, ha viszont... látás, akartam még valamit rendelni. Rendünk ide egy Victorit, mert viszontlátásra!